2020 tavasza és 2022 tavasza között futárkodtam. Hogyha jól emlékszem, én 2020 szeptemberétől dolgozom a cégnél, annál a futárcégnél, ahol én vagyok. 2020 novemberében kezdtem el futárkodni. Hát ez pontosan úgy történt, hogy a Covid-nak a második lezárásánál volt az, hogy az előző munkahelyemen, amin dolgoztam, az egy elég nagy márkájú ruhacég volt, és ugye ott úgy szólt nekünk a szerződésünk, hogy elmehet, hogy kifizetik az alapbérünket, de ugye a jutalékot nem kapjuk meg, és minden otthon töltött idő, amíg otthon voltunk, és nem nyitják újra a boltot, az mínusz órába megy. És hát az ember barangol YouTube-on, és akkor átaláltam a Futár Élete című YouTube csatornára, és hát igazából biciklizni nem olyan nehéz, meg relatíve szeretek is. Nyilván nekem is kecsegtető volt az a bértábla, amit ott láttam, hogy kb. Mennyit lehet keresni futárként, és úristen, ez mennyire jó, hogy én most majd négyszer annyit fogok keresni, és itt majd a világ összes pénze az enyém lesz. Vendéglátóztam előtte éppen, és a Covid miatt ugye zárva volt a kocsma, de egyébként is elegem volt a vendéglátózásból, úgyhogy valaki ajánlotta, hogy egész jó pénzeket lehet csinálni. Ha jól emlékszem, május legelején, május 1-én jöttem fel Budapestre a nagy Covid leállás után szüleimtől, és rögtön jelentkeztem, és utána ilyen hónapokat vártam itt fent Pesten. Más állást se találtam egyébként 2020-ban. Emlékszem, hogy ilyen 1600 fős jelentkezés volt egy recepciós állásra akkoriban, tehát hogy eléggé lehetetlen volt a helyzet, és utána a futárkodás szelet ki ebből, de csak hosszú várakozás után, és augusztusban jött meg talán az az e-mail, amikor végre azt mondták, hogy na, király, csinálj egy egyéni vállalkozást. Szerkesztőként és költőként tevékenykedtem, és nem ártott, hogy katába váltok, mert így egyrészt tudtam, hogy egyből el fogom kezdeni a futárkodást, akkor abból lesz egy kicsivel nagyobb jövedelmem, és csináltam az egyéb irodalmi munkákat katásként. És hát akkor szépen ment az első részben, hogy akkor feljárogatunk Pestre, akkor vonattal be, biciklire rá, mentünk az éjszakába, ugye iszonyat jó volt, ez bármilyen futár megmondja, iszonyat jó volt, mert csak mi voltunk kint. Tehát este 8 után olyan volt a város, mintha Szellemfalván járkánál, vagy Sztálingrád romjai között, csak mi mentünk mindenhova, és ez iszonyat pörgős volt. Tehát akkor nyilván rengeteg pénz volt benne, és rengeteg munka, hogy az emberek 80-90%-a nem mehetett ki az utcára. Mindenkinek rendelnie kellett a kaját, és ahogy egyre többen lettünk, úgy egyre több felé osztott el az a munkamennyiség és az a pénz, amit az elején mindenki azt hitte, hogy majd mennyire jó lesz, hogy ezt csak ő kapja meg. És ahogy nyilván újra nyitottak az éttermek, szépen sorjában is vége lett a pandémiának, úgy ez az egész kezdett egyre jobban elferdülni attól, amit a bizonyos cég ígért, vagy ami megfelelt volna a valóságnak. 1 millió forintos fizetés nincsen futároknál nyilván, ez körülbelül olyan, hogy 3 millió forintot is lehet Magyarországon keresni, hogy az ember Magyarország miniszterelnöke. Véletlenül egyikünk se lesz egy hamar az. Tehát, hogy itt is úgy van, hogy volt ilyen téli nagy futárkupa a cégnél, amit nyilván nagyon kevesen nyernek meg, értelemszerűen, és az összes ilyen bónuszt egymás mellé pakolva az ember végig dolgozza az egész évet, akkor talán kijöhet egy misire a dolog. De alapból azért egy jóval alacsonyabb összegről beszélünk, ami mindig jó a magyar társadalomban egyébként. Hát ez megbabonázó hatású igazából, hogy lehet tudni, hogy ezzel össze lehet szedni 1 millió forintot. És egy kicsit ilyen szerencsejáték jellege is van, mert nem tudod, hogy az adott pontján a városnak végülis hány címet fogsz kapni. Becsléseid lehetnek, meg mindenféle tapasztalatod lesz, és minél több ideig futárkodsz, annál több tapasztalatod. De mindig ott lesz ez a szerencsefaktor, hogy hát lehet, hogy a frekventált helyen vagyok, és mégsem. Tehát, hogy az, hogy az étterem késik, mondjuk 20 percet, és én emiatt kevesebb címet teljesítek óránként, az beleszámítódik? Nem számítódik bele? Hogyha beleszámítódik, mi a francnak megy bele? Tehát, hogy ez nincsen letisztázva, ezt nem tudjuk, és így nyilván nem is tudjuk ennek megfelelően optimalizálni a teljesítményünket, mert ettől hosszú távon viszont a mi megélhetésünk függ.
akkor arra jön egy másik futár, vele azonnal lehet párbajozni, hogy te hármat kaptál ott, én egyet se itt, vagy én ötöt kaptam, te meg hatot kaptál, bazd meg. Tehát, hogy folyamatosan egy ilyen viaskodás ment, én azt láttam, mert hogyha mellém sodródott valaki, akkor egyből megkérdezte, hogy hogy ityeg a fityeg, hogy vagy, milyen a nap. A milyen a nap az azt jelenti, hogy hány címed volt, mekkora esőbe sodródtál, mekkora címesőbe sodródtál bele. Amúgy nagyon szerették a kommunikációban összemosni az időjárás diskurzusát, és a címeknek, a címosztásnak a diskurzusát. Tehát, hogyha esik az eső, akkor sok cím van. Címzivatar, címzápor. Közszájon forog, hogy vannak olyan futárok, robogós futárok, akik mondjuk robogósként felveszik a biciklis műszakot. Ezek csak, nem tudom, legendák, de gondolom valahonnan jött ez az egész. És mivel felveszik a biciklis műszakot, rövidebb címek lesznek, és többet tudnak keresni. Aztán a biciklisták meg megkapják emiatt a robogós műszakot, egyébként nem csak akkor, hanem akkor is, amikor kevés robogós van, szóval amikor felmegy a benzinár egyik napról a másikra, akkor is érezni azt, hogy kicsikét megnyúltak a címek ott a biciklin, sajnos. Hosszabb címek egyébként BTV kevesebb pénzzel jár, nyilván, illetve rosszabb besorolással, hiszen mi a francnak nem tudtad letekerni a 3-4 kilométert ugyanannyi idő alatt, mint a felet. Hiszen te vagy a vállalkozó. Tehát nagyon, nagyon izgalmas az, hogy több irányba folyik a marketing. Tehát a munkát folyamatosan reklámozzák azok számára, akik már régóta dolgoznak, hogy ne térjenek ki a hitükből, hanem maradjanak ott, és higgyék el, hogy csütörtökön, amikor a legnagyobb vihar lesz, meg tényleg valószínűleg szafatokká fogsz válni, eltűnsz majd egy csatornában, az lesz neked a legjobb, mert akkor lehet, hogy 60 cím lesz, az a, amit a statisztikában majd megtekinthetsz. Az ember beleadta az energiáját, amennyit tudott, csak hát ez egy átalakul egyfajta mókuskeréké. Tehát amikor azt látod, hogy 5 órával most meg tudsz keresni, teszem azt 10 000-et, akkor úristen, ha 8-at dolgozok, akkor az már lehet, hogy 20, ha 10-et dolgozok, akkor már lehet, hogy az 25, ha 12-t vagy 14-et, akkor az már 30. De egyszerűen az a gond, hogy amikor ennyire szabad verseny van a futárok között, és ennyire a megélhetés megy, és ennyire megy a hajtás, hogy akkor most 400, 500, 600 ezer forintot összeszedjek egy hónap alatt, akkor be fog indulni a trükközgetés, és erre rengeteg példa van. Nem csak a robogósoknál, biciklistáknál is tudok rengeteg trükköt, amit én nem alkalmaztam, mert őszintén szólva annyira sosem volt sietős nekem. De tudok embereket, akik úgy próbálták elérni a zseniálisan magas 4-es UTR-t. Nekem 3-as volt akkor, az átlagom volt, amikor 2,8. Tehát, hogy ki lehet számolni, az így órában egy ilyen jó 5-600 forinttal többet jelent plusz jatt. Ami pénz azért hosszú távon, és ez még csak az egyel magasabb UTR. Azt hozzátenném egyébként, hogy ennél a cégnél nagyon jó volt dolgozni, mint magánember. Tehát, hogy elég nagy szabadságot biztosít az ember számára ez a rendszer. Akkor jöttünk, mentünk, amikor akartunk, és a fizetés viszonylag normális volt. Nem azt mondom, hogy egy nyugat-európai színvonal, de mondjuk a magyar ebben a szegmensben, vagy ezen a társadalmi szinten a fizetések közül a jobb fizetések közé tartozott. Hozzátenném, hogy ennél kevesebb pénzért hülye is lenne, aki elvállalná ezt a munkát, mert folyamatos balesetveszélyben dolgozunk. Ez volt az első olyan jövedelemforrásom, ami ilyen idézőjeles havi fixként már komolyan vehető volt, vagy számomra elfogadható volt. Ezért azt talán túlzás lenne mondani, hogy hálás vagyok ennek a világcégnek, de nem bánom, hogy ezt kipróbáltam. A cég, az én másfél évem alatt, amit ott a cég keretein belül dolgoztam, olyan növekedésen ment keresztül, amilyet én még nem is láttam. Pedig dolgoztam egy-két multinacionális szélként, szintén ilyen lótifuti alkalmazottként. Ez alatt a másfél év leforgás alatt, tehát a 4-5 városból 20 város, egy komplett szupermarket hálózat országosan, ahol jelen vannak, és
És hát az anyagi javakban is láthatóan óriási előrelépést tett a cég. Ezt azért tudják megtenni, mert a futárokkal az égvilágon semmit nem kell infrastruktúrát fönntartani a futárok foglalkoztatásához. Láttam azt, hogy igazából ez már teljesen átment egy inkább fajta kiszolgáltatottsággá és egyfajta rabszolgassággá, mint a valós dolgokká. Tehát ott nem kaptunk semmiféle visszajelzést arra, hogy köszönjük a munkátokat, hanem ez a, az meg, te azért vagy itt, hogy kividd a kaját, ne pofázzál vissza. Tehát nem volt se egy melegedőnk, nem volt se forró teánk, sehol. Igazából nem hallgatták meg, a diszpécserek volt, hogy elérhetetlenek voltak x ideig. Bejöttek ugye az új szabályok, hogy akkor most ennyit kell várjál, csak egyszerre, mit tudom én, 3 rendelés lehet nálad. Meg tudod inni a meleg teát, hogyha jófaj a vendéglátós. Tehát vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol beengednek vécére, máshol meg már kiírják az ajtóra, hogy ne. Mert csak az alkalmazott jöhet be, te pedig nem vagy alkalmazott. Nem csak a mi alkalmazottunk nem vagy, hanem senkinek az alkalmazotta nem vagy, ezt oda lehet írni zárójelben. Talán egyedül az 5. vagy a 6. kerület volt az, aki biztosított melegedőt a futárok számára. Talán ő volt az egyetlen kerület. De őszintén most mennyiből állt volna kihúzni valahova 3 parava állványt, és azt mondani, hogy na akkor gyerekek itt legalább, ha tényleg nagyon szar van, itt egy fél órát legalább melegedhettek. Én sokszor rácsodálkoztam arra, hogy ez a világcég, amelyik újabb és újabb országokban hódít, igazából az miért nem áldoz arra, hogy legyenek ilyen WC pontok, WC bázisok a város különböző pontjain, illetve legyenek töltőállomások, akkumulátor töltőállomások. Mert ezeket szintén össze lehet hozni a marketing tevékenységgel. Szerintem nagyon egyszerűen hatalmas, kék, vécés, gumivárszerű képződményeket képzelek el. A másik pedig az, hogy a közeg. Tehát az elején, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor tényleg azt mondhatnám, hogy családiasabb, viszonylag szorosabb kapcsolatot ápoló, úgymond emberek kerültek össze, ugye ott volt az oktogonban is, mindenki tudja, ott ültünk össze, Covid alatt rengeteget beszélgettünk. Tehát nem igazán fogják ott az embernek a kezét, tényleg a legalapabb dolgokat csinálják meg, aztán menj ki az utcára, foglalj műszakot, pont talán ez a személytelensége az egész struktúrának, céges rendszernek a problémája. Tényleg csak az e-mailen keresztül havonta egyszer tartja az ember velük a kapcsolatot, tehát nem igazán van kontaktus, és egy nagyon ilyen egyszemélyes, individualista meló ez. Hát ebből a szempontból tényleg egyéni vállalkozóak vagyunk, legalábbis az egyéni az teljes mértékben megvan, és tényleg csak annyi az összes kontaktunk másokkal, hogy találkozunk, mit tudom én, melyik gyors étterem ki adós kioszkjánál, és akkor ott sopánkodunk azon, hogy milyen szar már megint ez az egész nap, és nincsen cím, nincsen pénz, nincsen mit tudom én, meleg van, taxisok, autósok, robogósok, gyalogosok. Van egy hibázási szint, ami felé nem szabad menni. Az a szerencseért, hogy nem kevertem össze túl sokszor a számokat, illetve a megrendeléseket. De ezt annak köszönhetem, hogy nem dolgoztam olyan intenzíven, mint azok, akik azért keverik őket össze, mert sokkal több pénzt akarnak ebből kihozni, lehetséges, hogy azért, mert ők gyerekeket tartanak el szemben velem. Körülbelül 15 hónap munkaviszony alatt 7380 címet vittem ki egész pontosan, ez körülbelül havi 500 címnek felel meg. Ez egy középerős, vagy egy erős, alsóerős mezőnye, körülbelül a biciklis futároknak, de azért az átlag 500 cím 15 hónapon keresztül az egy viszonylag jó teljesítménynek számít. Ugye itt ezt úgy kell elképzelni, hogy a téli mínusz 15 fokban és a nyári 35 fokban egyaránt dolgoztam. A másfél év alatt 10 hibát követtem el a cégnél, hogy rossz helyre kézbesítettem a küldeményt. Ennek legkülönbözőbb okai vannak, most nem mennék bele a szakmai részletekbe, nagyon sok hibázási lehetőség van, és hát ugye az ember fáradt is, mondjuk egy 8-9 órás vagy 10 órás munkanap végén már lankad a figyelem, lanyhul a figyelem,
és de hát összesen másfél év alatt a 7380 kiszállításból 10 kiszállításban követtem el hibát, és a tizedik után lényegében mindenféle átmenet és indoklás nélkül lapátra tettek. Ez úgy történt, hogy felfüggesztettek a tizedik hiba után, hogy menjek be egy beszélgetésre, és úgy volt, hogy majd ők fölhívnak, hogy mikor menjek be. Mivel éppen dolgoztam, egy aktív időszakban voltam, ezért a többnapos kiesések nekem azért elég komoly anyagi terhet jelentenek, mivel 6 gyermekem van, és nem mindegy, hogy mennyit keresek egy hónapban, ezért következő nap rájuk írtam, hogy szerdai nap függesztettek föl, csütörtökön rájuk írtam, hogy ha péntekig nem hívnak be, akkor kiesik a csütörtök, a péntek és a teljes hétvége, és 4 napos kiesés nekem az egy elég komoly anyagi kár, főleg, hogy a cégnél hétvégén lehetett abban az időben a legtöbbet keresni, akkor volt a legmagasabb a címpénz. És a levél végére odaírtam egy mondatot, hogy felháborítónak tartom ezt az eljárást, és hogy sürgősen hívjatok föl. Majd 4 óra múlva mindenféle válasz nélkül megérkezett a felmondó levelem, indoklás nélkül. Pontosabban az indoklás az az volt, hogy a hibám sűrűsödései miatt felbontják a partneri szerződést. Elválnak egymástól, mint ágtól a levél. Futárok, meg azok, akik a futárokat foglalkoztatják. Nem mondanám azt, hogy kifejezetten rossz a kapcsolatunk a céggel. Nincsen kapcsolatunk inkább a céggel, ezt mondanám. A pénz mozog, az információ is mozog, de nem kifejezetten ember-ember kapcsolatról van szó. Nagyon sokszor nem. Előállnak kivételek, de szerintem hogyha folyton ember-ember kapcsolatról lenne szó, akkor nem tudna ilyen profit előállni. Én azt gondolom, hogy 7380 kiszállításból 10 hiba az nem számít túl soknak. Ez másfél ezer elég körülbelül, tehát olyan, mint a 1000 kiszállításonként másfél cím hibát követnék el. Szerintem ez egy nevetséges hiba százalék. Az a pont, amire hivatkoztak a kirúgásomkor, hogy ez benne van a szerződésben is, hogy a hibák sűrűsödése esetén a cég felbonthatja a szerződést. De ehhez kapcsolódva semmiféle alapon nem szerepel, hogy milyen időintervallumokról, hány darab címről van szó, és mivel a hibákat nem egyenletesen szétszórva követi el az ember, lehet, hogy elkövet 2 hét alatt 2 hibát az ember, aztán meg 3 hónapig semmit, ezért ilyen módon ez egy teljesen kiszámíthatatlan dolog. Kiderült, hogy lényegében semmiféle jogorvoslatra nem számíthatok, ugyanis katás egyéni vállalkozóként, alávállalkozónak minősülök tulajdonképpen, és partneri szerződésben vagyok a céggel, ami azt jelenti, hogy nem fordulhatok munkaügyi bírósághoz, kizárólag polgári peres úton próbálhatok kártérítést kérni a cégtől. Ráadásul egy ilyen multinacionális gigacég ellen elkezdeni egy polgári peres eljárást, nyilvánvaló, hogy rengeteg pénzük van, a legjobb ügyvédeket tudják foglalkoztatni, ezért előre láthatóan nem sok értelme van. Másfél-két év pereskedés alatt körülbelül 1-2 millió, 1,5 millió forintja megy el az embernek, és még ha nem nyer, akkor a perköltséget is a nyakába varják, ráterhelik. Habár minimális hibát követtem el a munkám során, egyébként semmiféle felszólítás vagy figyelmeztetés nem kaptam, hogy mondjuk, ha még egy ilyen eset van, akkor megválnak tőlem, vagy valami. Úgyhogy én álmomban se gondoltam volna, hogy kirúgnak. Én eleve úgy mentem oda a céghez, hogy alkalmazott leszek. Nyilvánvaló volt, hogy tudtam arról, hogy partneri szerződést kötünk, hiszen meg kellett csinálnom a katát, és ki kellett váltanom az egyéni vállalkozást. De egyébként semmilyen szinten nem úgy gondoltam, hogy én egy partner leszek ennek a cégnek, hiszen a szerződés is azt mutatta, hogy túlságosan sok beleszólási jogom nem lesz a dolgokba, mondhatni, hogy semmi, és hát azt kell csinálnom, amit a cég mond. Mivel több ezer alkalmazottja van a cégnek, ezért valahogy meg se fordul az emberbe, hogy ez nem egy alkalmazotti viszony, gondolván, hogy egy ilyen jogi formula van mellé kanyarítva, a kata, ez mindenkinek egyszerűbb, legalábbis akkor ez így látszott.
És azt tapasztaltam, hogy ha kidúran a kerekem, és ezt jelzem, akkor is azt írják vissza, hogy szuper. Tehát, hogy volt a pozitív kommunikációnak egy mechanikussága, ami időnként szórakoztatóvá is vált. Egy paródiát is írtam ennek a multinak a kommunikációjáról. Pár mondatot felolvasok belőle, mert sokszor ilyen kampányokban gondolkodtak, hogy hogyan motiválják a futárokat. Szeptemberre újítással készülünk. Tudjuk, egy fárasztó nap után nem csak az étel megvásárlása, elkészítése, persze van, aki közületek is rendel nálunk, hanem az evés is munka. Ezért rágásonként plusz 10 forintot kaptok. Ehhez nem kell más tennetek, mint hogy a telefonotokkal rögzítitek magatokat az ételek elfogyasztásakor, és a legfeljebb 30 másodperces videót feltöltitek. Figyelem, csak azokért a mozdulatokért fizetünk, amik szerepelnek a felvételen. Vigyázzat, a nevetés néha akadályozza az emésztést, különösen kezdetben. Ne feledjétek, elsősorban az élmények töltenek fel bennünket, az ételek utánuk jönnek a sorban. Készítsétek állkapcsolatokat. Most ebben az volt az érdekes, hogy ezt megmutattam ismerősöknek, anélkül, hogy elmondtam volna, hogy ez micsoda, és ők nem gondolták, hogy ez egy kitaláció, hogy ez egy fikció lenne. Tehát ők a normalitás részeként tudták elgondolni azt, amit én egy groteszk túlzásnak szántam. Írtam egy levelet a cégnek, ügyvédi segítséggel, és válaszra sem értettek. Azért teheti meg ezt a cég, mert tudja, hogy semmilyen következménnyel nem kell foglalkoznia. Egyszerűen e-mailen kirúgnak, és utána nem is reagálnak, és csá, el vagy felejtve. Ugye volt benne egy kártérítési igény, leírtam részletesen az ügyemet, leírtam, hogy ez nem tartom, hogy ezt teljesen jogtalannak tartom, és természetesen beleírtam, hogy bírósághoz fogok fordulni. Ez egyébként még mindig gondolkodás tárgyát képezi, nem tudom még, hogy polgári perre megyek-e, lenne benne támogató, de hát ez egy nagyon nehéz döntés. Ez nagyon csábító egyébként, hogy dolgozol egy recenzión mondjuk délelőtt és délután is, és akkor eszedbe jut, hogy most már hűvösebb van, és kisebb a forgalom, akkor este 9-től éjfélig kimegyek szállítani. De aztán felismered, hogy ez is egy plusz munkát jelent, ez a szabadság, mert nincsen főnököd, aki instrukciókat ad neked, hogy hogyan érdemes dolgoznod, milyen időbeosztással fogsz jól keresni. Viszont azért elsősorban a szabadságot reklámozzák. Tehát ezt nyilván a naivabbak útközben fogják felismerni, hogy ez a szabadság, ez munkát ad nekik. Ennél a cégnél egy forintot nem kell a szabadságra fizetni, akkor mész szabadságra, amikor akarsz, de hát nem is kapsz egy forint fizetéssel a szabadságod idejére, ami egyébként mondjuk egy 2-3 gyermekes családapának, aki van 15 éves munkaviszonya, éves szinten azért 6 hetet tesz ki körülbelül, vagy 5-6 hetet tesz ki a szabadság. Napi 12 órát dolgozik az ember szinte 5-6 napon keresztül. Az egy idő után elvezet ahhoz, hogy mentálisan vagy kimerül, vagy pedig fizikailag kimerül. Tehát én, amikor elkezdtem a futárkodást, akkor voltam 72 kiló, köbben mint most, egy kicsit pocakos, meg izé. Utána meg lefogytam 53 kilóra. Tehát olyan voltam, mint egy anorexiás. Tehát meg volt adva, hogy amúgy csak este 7-ig kérhetsz ki szünetet, de amúgy, ha úszik a zóna, nem kérhetsz ki szünetet, amúgy csak fél órát van kajálni, és most, aki egész nap kint van a városban egy táskával a hátán, ott mit tudsz kajálni? Tehát az egyetlen, amit tudta lenni, azok a proteinszeletek, az acskós levesek, vagy ha rajtad maradt egy rendelést azt, esetleg abban a fél órában valamit megettél, de ugye nem volt elég az a fajta mennyiség, amit eszel, mert folyamatosan mozogtál. Azért napi 7-8-9 órát biciklivel kint lenni a budapesti belvárosi forgalomban, az én a másfél éves, vagy 15 hónapos munkám során így visszagondolva, óriási csoda, hogy nem volt egy balesetem sem, mert folyamatosan centiken múlott. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy folyamatosan, de napi szinten voltak necces szituációk, meg konkrétan szándékos veszélyeztetések, ezek elég rendszeresen kísérik a munkánkat. Megjelentek az ilyen 1000 éves ledugott szarcsapel biciklik, amik azt csoda, hogy egyáltalán a lánc volt rajta, és a közlekedésnek a teljes fogalmi hiánya. Tehát az, hogy jobb kéz, meg behajtani tilos, azt engedd el. Én például
nem rendelkezem jogosítvánnyal, de tulajdonképpen egy őrült analfabétaként eresztettek be engem a városba. És ez senkit nem zavart, mert elég volt nekik az, hogy az időintervallumon belül eljutatom a terméket, vagy az ételt a megfelelő helyre. Lehet, hogy ez nekem is elég volt, de azoknak nem biztos, hogy jó volt, akiket majdnem elütöttem, vagy akik anyáztak, mert ők tudják, hogy mire utal az a kresztábla, én meg lehet, hogy ezt nem vettem figyelembe. Gyakorlatilag nincsen meg a tapasztalatnak a közös áramoltatása, ami egy nagyon nagy probléma. Tehát az, hogy kimegy az ember elsőnek, mit tudom én, Budára futárkodni, vagy akárhova itt a környéken, a Pozsonyi utca környékén hogyan tud ráfordulni, mik azok az útvonalak, amelyek biztonságosak, amelyek oda vezetnek, ahova ő akar menni. Mert a bicikli utak itt Pesten is, de egyébként Budán különösképpen össze-vissza vezetnek Budapesten. Tehát az ember nem tudja, hogy hova kell menni, nem tudja, hogy melyik sáv lesz, és utána ez neki ilyen 5-6-7-8 perc kiesést jelent, ami pénzt jelent, és innentől kezdve nem fogja hasznosítani a bicikli utakat, rámegy a járdára, jármegy az útra, és konfliktus van és baleset. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy az emberek nem adják át egymásnak a tapasztalatait. Ez mondjuk lehetne egy jó futárszakszervezetnek a feladata, ha már a cég nem oldja meg ezt a tapasztalat továbbadást, de hát most a futárokat megszervezni, akik egész munkaidejüket azzal töltik, hogy egyéni, egyszemélyes egységben gondolkodnak, az már egy másik kérdés. Nagyon rossz HR-es fogás miatt egyik tavaly januárban fölvettek rengeteg futárt egyszerre, és ezért nagyon kevés cím maradt, mert sokkal több emberre oszlottak szét az azonos mennyiségű címek, és a legnagyobb téli hidegben, januárban és februárban ilyen minimális órabérekkel szaladgáltunk órákon keresztül a mínusz 10 fokokban, meg 5 fokokban, és óriási felháborodás volt a futárközösségben. Elég hosszú ideig tartott, mire helyreállt a rendszer, egy ilyen másfél hónapig, és abban az időben nagyon sokan mondták, hogy ez tarthatatlan, és hogy a cég kitolt velünk. Ugye visszacsökkentették az órabéreket az uborka szezon után, 2 évvel ezelőtti állapotra. Ott volt a futárcsoport, mindenki azt mondta, hogy hát ezt most itt befejeztük, itt most lázadás lesz, itt most akkorát megyünk, mint a taxis blokkád, és itt minden, és akkor most összefogunk, és majd mi itt a Foodpandát, vagy a Voltot, vagy bárkit, azt most itt térre kényszerítjük, és már pedig nem lehet. Hárman mentek el arra a megbeszélésre, aminek elvileg ilyen 100-200-300 fős tüntetésre volt szervezve. Tehát Facebookon mindenki azt mondta, hogy jó, akkor álljunk ki, meg jó, akkor álljunk össze, de amikor azt kellett volna csinálni, hogy na tényleg oda kéne menni, akkor mindenki, hogy hát, de amúgy én féltem a munkámat, meg mi lesz, ha kirúgnak, meg nem baj, amíg ti tüntésztek, én tudok dolgozni, akkor sok címem lesz, akkor sokkal több címem lesz. Érdekvédelmi szervezetet a futárokkal kapcsolatban azért nagyon nehéz létrehozni. Egyrészt, mert az autós futárok, a motoros futárok és a biciklis futároknak egész más a munkaterülete és a munkarendje. Ugyanazt a munkát végzik, de a gyakorlatban teljesen más problémákkal szembesülnek. Például egy autósnak nincsen télen problémája a hideggel különösebben, mert a kocsiban ül, zenét hallgat és fűti az autót. Egy biciklisnek meg nincsenek parkolási gondjai. Csak olyan egy nagyon egyszerű példát mondjak. Na most, ha ezt megnézed, hogy a 15-20% nem magyar állampolgárság munkavállaló, akkor a 10-15-20% diák, a 10%, akik ezek a profutárok, plusz még a széthúzás a biciklisek, az autósok, meg a motorosok között, és akkor persze vannak, akik meg ráadásul csak szimplán elégedettek, vagy nem érdekli őket ez a dolog, hát marad egy olyan kis hányada a futárközösségnek, aki tevékenyen részt venne ebben, az meg azért nem elég semmire, mert ha bármivel szeretnénk az érdekeinket érvényesíteni, vagy szeretnék a futárok, akkor ez csak úgy lehet, hogyha mindenki mondjuk leáll a munkával egy időre, de itt nagyon sokan nem fognak leállni, és azok meg elviszik olyankor, sőt, még örülnek is azok, akik dolgoznak, mert sokkal több cím van, mert csomó ember leáll. Szerintem futárként dolgozva bent a cégnél viszonylag egy szerethető munkakör, csak ha bármi gubanc van, akkor megszívta az ember. Úgy vannak vele, hogy
te aláírtad ezt a szerződést, ezt vállalod. Ha nem tetszik, akkor nem kell itt dolgozni. Tehát ennyi volt a válasza az minden cégnek. Tehát lehetett volna fejleszteni azzal, hogy futár melegedő helyeket hoznak létre, vagy valami olyan munkaruhát, ami nem egy nap után szétszakad. Tehát könyörgöm, nyáron kaptunk egy full ilyen poliészterből álló anyagot, két pólót. Na most, de amúgy megkötik a kezedet, hogy amúgy hordani kell kötelezően azt a pólót. De most könyörgöm, ha adnak két pólót, ezt egész nyáron abban legyek, ami pláne poliészter, tehát mondom, olyan volt benne, mint egy kalahári sivatagban. Tehát abszolút nem fordítottak arra energiát, hogy a dolgozóikat valamilyen módon támogassák, vagy azt mondják, hogy na a gyerekek, akkor most ennyi pénzünk van ebben a hónapban, mert ennyire jók vagytok, akkor kaptok valamiféle bónuszt. És most nem azt vártam feltétlenül, hogy jó, nyilván ott volt a bónusz télen, tehát ezeket a pénzeket télen kiosztogatták, azért, hogy legyen, aki kimenjen az utcára dolgozni, mert télen amúgy ki az Isten akar futárkodni, ami nem kocsi, de hogy negyed annyi osztogatás nem volt a pénzből, mint amennyi bevétele volt a cégnek. Motoros sem bánná azt, hogyha nem lenne ennyire ráutalva az éttermekre, meg a boltokra. Hogyha szünetet szeretne tartani, vagy a WC-t szeretné használni. Meg értem, hogy más az érdeke a nagyon sokat keresőnek, meg a nagyon rigorózusan pénzszerzésnek alárendelő figurának, meg annak, aki csak úgy immelámmal futárkodik, mert mondjuk egy zeneiskolában tanár, de azért van táskája, és időnként kimegy kikapcsolódásként, és akkor 3-4 címet csinál. De ilyen kompromisszumkényszer helyzeteket kellene előállítani, ahol mindegyik réteg képviselteti magát. Tehát nekem semmi bajom a kutyapárttal, megvannak a helyei a viccpártoknak minden országban vagy dolgokban, de amikor kiállnak oda, és a tüntetésben szerveznek egy piknikelést, zenés fesztivált, főzősgetést, narkotikumfogyasztást reklámoznak, tehát hogy könyörgöm, most, akkor most tüntizünk, vagy piknikezünk? Inkább csak keresel valamit, amiért bele tud állni, hogy na mi ezt megvédtük volna, meg mi ezt akkor másként csináljuk. És de tehát igazából annyi van mondva rá, hogy ez nem szép dolog, puff. De nincsen mögöttes tartalom, hogy akkor mi ezt, hogy hogyan csinálnánk másképp, vagy nekünk mi lenne a katázási módszer, vagy mi miért tanulnánk meg a katásokat. Tehát ez amikor azt mondják, hogy addig fogunk hidakat elfoglalni, amíg nem buktatjuk meg a kormányt. Tehát most, na, gyerekek, könyörgöm, ez inkább már vicc, mint komoly tüntezés. Ez az egész katás szabályozás, amivel lényegében ellehetetlenítették a katásoknak a helyzetét, azért felháborító, mert 400 ezer katás embert vettek egy kalap alá, és ezt úgy kell elképzelni, hogy például egy képzőművész, egy zenész vagy egy irodalmár, aki a havi megélhetését próbálja összekaparni a tehetsége által, és ezeket az embereket ugyanabba a szabályozási rendszerbe vették, mint például egy ilyen futár multinacionális gigacéget, akinek éves szinten 3-4 milliárd forintos tiszta haszna van. Én egyébként megértem kormányzati szempontból, hogy szabályozni akarják ezt a problémát. Mert az tényleg egy vicc, hogy egy ilyen cég közel 3000 alkalmazottat foglalkoztat ebben a rendszerben. Tehát, hogy ez mekkora cégről beszélünk? Hát itt bankokat meg hipermarket hálózatokat hozhatunk föl körülbelül mellé erre a szintre, ahol 3000 alkalmazott dolgozik. És persze nem őket veszik egy kalap alá, az a vicc, hogy még ott is csak a alkalmazottokat lehetetlenítik el, vagy hozzák rosszabb helyzetbe, a cég az meg fogja oldani és viribolni fog. Kezdték átszorítani Katába az újságírókat, és akkor éppen 18-ban, amikor én ott gyakornokoskodtam, volt egy nagy balhé ebből. Utána nem sokkal ott is hagyta egyébként az újságírók jelentős része a placot. Nem csak ezek a cégek jöttek rá, de nagyon sok cégek rájöttek arra, hogy tök jó, ha katásként alkalmazzuk ezeket az embereket, elígérjük azt nekik, hogy hát igazából itt egy kölcsönös partneri szerződésben vagytok, és te fizeted magad utána 50-25 ezer forintos katádat, a cég meg igazából utána nem fizet semmit. De olyan kötelezettségeket vár el tőled,
mintha amúgy alkalmazna. Teszem azt, munkabeosztást, mert ugye műszakokat vettél fel, amik x órától x óráig szóltak. Szabályok. Tehát ha én valakivel szerződéses partneri viszonyt kötök, akkor nyilván ott is vannak szabályok, de nem olyan, hogy munkaköli előírás. Tehát hogyha valahol megjelenik az, hogy valami munkaköli előírás, akkor csókolom az mióta partneri együttműködés. 3. Igen, ez mindenkinek jól hangzott, hogy havi 50.000 forintot fizetek, és akkor amúgy többi meg zsebben marad. Csak ebben senki nem gondolt bele, hogy ebből majd adott időmben mivel lesz nyugdíjam, vagy miből lesz bármilyen szociális hozzájárulásom. Kata az ugye egy olyan adónem, aminél minél többet keresel egy hónapban, annál kevesebbet adózol százalékosan. És azért ez működik az emberben, hogy csak 50-et fogok adózni, vagy hogyha diák vagyok, csak 25-öt fogok adózni, és akkor minél jobban toljam, mert hát annál inkább megéri nekem azt a kevéske adót is fenntartani. Aztán már kifizetem azt az 50.000 forintot, ami azért tud pénz lenni, havonta, akkor már legyen belőle nagyon-nagyon sok pénz, gondolom, így gondolkodnak az emberek. De egyrészt van olyan helyzet, amikor tényleg bedolgozik az ember akár heti 3 műszakban, akkor nem lehet másképpen nagyon megoldani, hogyha ez rendszeres, ez a heti 3 műszak, mint Katában, mert őszintén szólva, akkor máshol is dolgozik egyszerre több helyen, és a munkavállaló jár rosszul, hogyha nem tud katázni. Mert hogy akkor most 16 különböző helyre, vagy 3, vagy 4, vagy 5 különböző helyre adózzon meg, adminisztráljon meg minden, egyszerűbb a kata. Nekem a verses kötetem munkálatai, azok egybeestek a futárkodással, tehát volt néhány hónap, mikor szerkeszteni meg véglegesíteni kellett az anyagot, és akkor nagyon keveset futárkodtam, és akkor nekem sok volt a havi 50.000 forint is. Máskor pedig előfordult, hogy 300 és 400.000 közötti összeget kerestem meg egy hónap alatt. Ez nem egy nagyon nagy összeg, de nálam ez nem volt átlagos. Nem azt mondom, hogy akkor többet kellett volna adóznom 50.000-nél, de lehetne ezt arányosabban csinálni. Mert az is furcsa, hogyha valaki 922.000-et kap, és úgy adózik 50.000-et. Tehát ha valaki tényleg egyéni vállalkozóként boldogul önmagában, akkor oké, okay, de nem létezik, hogy ezt nem lehet leszabályozni, hogy 3000 szerződést köt egy cég egyéni vállalkozókkal. Hát azért szerintem ezt nem lenne olyan nehéz korlátozni, vagy valamilyen szinten szabályozni. És ezt valamilyen módon tényleg szabályozni kellett, mert én úgy gondolom, hogy azért ezt mindenki belátta, hogy az eléggé luxus dolog, hogy valaki keres havi szinten 1 millió forintot, és abból egész évben 600.000 forintot ad le a közösbe. Míg más, aki ennek a negyedét nem keresi, a négyszer annyit adja le. Azt, hogy ezt milyen módon kommunikálták le, és mindenkit leadott csalóznak, ezzel nem értek egyet, tehát vannak olyan emberek, akik biztos, hogy a katát kihasználták és adott csaltak, de úgy gondolom, hogy vannak tisztességes fodrászok, vannak tisztességes varrónők, és vannak tisztességes festők, művészek, színészek, akik nem csaltak adót azzal, hogy katáztak. Tehát, hogy az, hogyha most bevezetik a futárcégekhez, az, hogy kötelező járulékot fizetni, azt a futárok azért se fogják szeretni, mert az kettő dolgot jelenthet. Vagy az lesz, hogy ezt a futároknak kell kifizetniük, és csökken a bérük. Aminek nem fog örülni a futár, különösképpen a mostani elszálló árak mellett. Kivált kép, egyébként az autósok meg motorosok külön ki is számolják, hogy neki benzinköltségük, meg autóalkatrész költségük van, úgyhogy ők nagyon-nagyon nem örülnek ennek. Nagyon sokan azt attolgatják, hogy véletlenül hatalmas mód meg fog ritkulni az autós meg a futár, a motoros futárkiszállítás. Emiatt véletlenül a vidéki településeken egyébként gyakorlatilag ezek a szolgáltatások lehet, hogy jó részt le is fognak állni az alapján, amit így mondanak a kollégák. De hogyha nőnek a járulékok, akkor még több futárot fogja hagyni a dolgot, emiatt lassabb lesz a kiszállítás. Vagy, ugye kereslet kínálat, megnövelik a cégek, a futár cégek a kiszállítási díjat, vagyis magát a kaját, amit az ember házhoz visz. Ez megint a mostani emelkedő áraknál azt fogja eredményezni, hogy kevesebbet rendelnek az emberek,
és kevesebb futárnak, vagy ugyanannyi futárnak kevesebb cím fog jutni, vagyis megint a futárok járnak rosszul, és Magyarországon, ahogy én hallom, van 10-11 ezer futár. Hogyha most 10-11 ezer futár így valamilyen szinten munkanélkül marad, vagy legalábbis kevesebb cím jut neki, azokkal mit kezdünk egy válság kellős közepén? És ezért kellett az, hogy egy akkora réteget kellett úgymond beszedni pénzügyileg, akik még pont akkora réteg, hogy sokan vannak, de együtt nem fognak felállni akkora erővel, hogy azt mondja az adott kormány, hogy meg ezt mégse kéne. Tehát amikor be akart jönni az internetadó, akkor miért volt az, hogy nem egy hidan, nem 200-300 ember ment tüntetgetni, és akkor azt mondta a kormány, hogy jó, gyerekek, ezt azért mégse vezetjük be. Most tudták jó, hogy ez nem akkora réteg, így, hogy kihagyják belőle a taxisokat, így nem akkora réteg, hogy lehessen ettől félni. Az, hogy ezt ilyen módon egy adózóév kellős közepén szüntetik meg, és variálják át teljesen, az viszont nonsense. Tehát nem magával a katával van baj, hanem azzal, hogy mindenkinek egységes a kata, és mindenki tudja jól, hogy a kata az átment egyfajta adócsalási trükközésbe. Tehát hogy ahhoz képest, hogy másfél hónap van nekünk kitalálni mindent, az összes cégnek kitalálni, hogy mindent. Aztán az, hogy mely katásként hogyan tudjuk összeegyeztetni. Tehát ennél egy októberi dátum, egy decemberi, egy január. Tehát tényleg, miért nem az adózási év, az nem véletlenül van úgy kitalálva, ahogy. De akkor is, tehát hogyha most nekem azt mondják, hogy nem 25-öt kell fizetni, mert diákként, mert infláció van, meg mert válság, akkor, hanem 30-at vagy 35-öt, akkor azt mondom, hogy jó, erre számítottam. Tehát ez egy konszolidált, mondhatni úgy is, hogy keresztény, konzervatív lépés lett volna a kormány részéről. Az, hogy most másfél hónapos határidővel eltöldik az egészet a fenébe, ez nonsense. Hát hogy lehet így élni? Közben olyan emberekről van szó, akik nem értenek. És én még szerencsésebb ember vagyok, mert nekem megvan a szociális hálóm, megvan a ismerettségi tőkém. Szerintem rengetegen fognak feketézni, ez 100%, nagyon-nagyon sokan fognak feketézni, rengetegen lesznek olyanok, akik a kata után bejelentetik magukat, nem tudom, fele annyi órára, mint amennyi valójában van. Nagyon sokan át fognak menni szerintem Szlovákiában, mert már most közbeszéden forog az, hogy Szlovákiában mennyire bődületesen olcsó vállalkozást alapítani. Szerintem jobb lett volna, hogyha nem törlik el, hanem átalakítják sávossá, vagy módosítják, rugalmasabbá teszik. De még fontosabb, hogy lehetne ezekről kezdeményezni ilyen konzultációkat. Már nem csak pseudo konzultációkat, hanem mégis ezek megvitathatóak lennének, mert így, hogy egyszer csak előállunk a farbával, így gyakorlatilag ignoráljuk az érintetteket. Inkább azt mondom, hogy a katát egy sávos rendszerbe kellett volna bevezetni, vagy megemelni mondjuk 50-ről, teszem azt 75-re, és következő év januárjától 100-ra. Nekem az tök jó lenne, hogyha arányos lenne, őszintén szólva. Elsősorban azért, mert én egy viszonylag kiskeresetű katázó vagyok. Nyáron van a futárkodás miatt egy jelentős keresetem, amit meg azért nem szeretnék, hogy elvegyenek, mert én télen egyetemistaként abból tartom fel magamat. Tehát, hogy nekem egy, viszont ettől függetlenül egy arányosság, az tök jó lenne, mert én kiszámoltam, volt időszak, amikor én a 30%-át leadóztam a havi bevételemnek. Most ahhoz képest egy arányosított adózás, az nekem gyakorlatilag egy győzelem. Én egy kicsit arra számítok, hogy mindegyik cég, illetve mindegyik ilyen közeg, mert nem csak cégeknek dolgozok, hanem van olyan, amikor nem cégnek, más adózási formában fogja megtalálni a számításait. Onnantól kezdve az a létezési mód, ami én idáig az utóbbi két évben voltam, az egy az egyben fog lehetetlenülni, és azok a dolgok, amikből én összeállítottam a katás portfóliumot, azt nem lehet majd szerintem egy adózási formában megcsinálni úgy, hogy abban legyen diák kedvezmény, és meg tudjam csinálni azt, hogy tudom váltogatni, mobilis vagyok, nyáron sokat dolgozok a futárcégnél, télen pedig máshol dolgozok. Tehát szerintem ez nem fog működni, és nem tudom, hogy hogyan fogom megoldani. Úgy éreztem, hogy váltani kell. Igazából nem szerettem volna, hogyha
túlságosan gépiessé válok, vagy még gépiesebbé, mert nyilván van ennek egy ilyen kiüresítő hatása is. És szerintem mindenki felméri, hogy 5 év van-e benne, vagy pár hónap elég neki, van, aki 10 évig is csinálja. Én egy idő után belőttem, hogy körülbelül 2 év lenne az optimális. Most alkalmi munkákat vállalok, főleg vendéglátói szektorban, és abból próbálom fenntartani magamat jelenleg. 2 hónapja történt, körülbelül kevesebb, mint 2 hónapja történt, hogy kirúgtak, vagy körülbelül 2 hónapja. És oké, hogy 12 órát dolgozom, de hogy van egy kiszámítható életem. Tehát van egy beosztásom hetente, van nyaralásom, van szabadságom, van betegszabadságom. Tehát minden olyan alapvető dolog megvan, amit szerintem az ember elvár egy munkahelytől, hogy meglegyen. És a pénz semmivel nem rosszabb, mintha most nekiállnék futárkodni. Mert most is azt látom, hogy mindenki tudja, hogy egy iszonyat uborka szezon van. A nyár is egy uborka szezon volt. Alig vannak címek, hosszú címek vannak. Beszélgetek futárokkal, mert bejönnek a boltba, és mindenki mondja, hogy hát ez nem az igazi. Tehát, hogyha most teszem azt, én biciklis futárként 2 hétre eltöltem a kezemet, akkor jó, ami nem 2 hét nyilván, de hogy tehát nem volt semmi támogatás a történetnek. Egy munkahelyen meg, ha valami történik veled, ne adj Isten, beteg vagy, akkor azt az adott napot is lehet, hogy nem 100%-ban, de legalább fizetik.